Alexandra Mrgyanova az Ubecsei Petőfi Sándor általános iskola tanulója második helyezést ért el, Rácz Noémi, a szintén Ubecsei Samu Mihály általános iskola tanulója pedig harmadik lett. A Forgas filmet bármivel és fenntartható változások az otthonodban elnevezésű pályázaton, melyet az Ökobecse Polgári Egyesület az EcoSchool IPA projektum keretein belül írt ki. A beérkezett 40 pályamunka közül kiválasztották a nyerteseket. Az első helyezettek mindkét kategóriában tabletot nyertek, a másodikak színes fénymásolót, a harmadik helyezettek pedig hordozható töltővel, úgynevezett powerbankkal lettek gazdagabbak. Megláttam az interneten a pályázatot, és nagyon megtetszett az ötlet. A makettemen papírautók vannak, továbbá egy szélmalom toalettpapírból. Mindez Hungarocellen áll. A makettet 2-3 nap alatt készítettem el, és nagyon örülök a díjnak. Meg kellene védeni a természetet, erről csináltunk egy videót, mert hogyha nem védjük, vagy nem tisztítsuk és védelmezzük, akkor a jövőben az embereknek nem lesz tiszta földjük, tiszta vízük, meg ilyenek. Erről szólt a videó, meg egy kis animációt is tettünk bele, amit én csináltam. Én nagyon örülök, hogy erre a harmadik helyezetre jutottam el, nagyon örülök ennek, és gratulálok a másik két nyertesnek. A pályázaton, amely egyidejűleg Magyarországon is zajlott, 12-től 15 éves korú gyerekek vettek részt. A cél az volt, hogy a diákok elgondolkodjanak saját tapasztalataikon, a környezettudatos fenntartható életformájukat illetően, továbbá azon, hogyan álljanak át a fenntartható életformára és az egészséges életmódra. Február 21-én kiírtunk 2 pályázatot, fenntartható változások az otthonodban és forgas filmet bármivel. Mind a két pályázatra 20-20 alkotás érkezett, nagyon meg vagyunk elégedve, mivel hogy kreatívan dolgozták fel a gyerekek a témákat, úgyhogy elégedettek vagyunk. Ami a forgas filmet bármivel rövid film kategóriát illeti, ami legfeljebb 2 perces alkotás lehetett, mintegy 20 jelölt jelentkezett, és körülbelül ugyanennyien vettek részt a fenntartható változások az otthonodban elnevezésű pályázaton is, ahol egy makettet kellett elkészíteni újrahasznosítható anyagokból. Az ünnepélyes díjátadót április 18-án szervezik meg az Ubecsei Tán emlékházban.